Úristen. Úristen. Miért lett fehér a feje a nagymamának? Mi gyújtsuk fel a csecsemőket? Srácok, már kellett nekünk több heat, need more heat, már kellett nekünk több cold, már kellett nekünk több agya, need more brain or need more smart. Úgyhogy most kell nekünk több káosz. Szevasztok, srácok, üdvözöllek titeket újra itt nálam a csatornán, és annyian kéritek, hogy ez hihetetlen, úgyhogy elhoztam nektek a need more chaos. Elméletileg utálok iskolába járni, múltkor meg iskolába akartam menni, és a nagymamát meg kell győznünk arról, hogy itt annyi káosz van, hogy én nem mehetek iskolába. Úgyhogy ezzel fogunk játszani. Jaj, öröm látni ezt a házat. Ez egy kicsivel másabb lesz, ahogy nézem, az utca is, a kert is más, úgyhogy végre egy kis vérfrissítés itt van. De még mielőtt belevágunk, egy nagyon izgalmas hírt hoztam el nektek, ugyanis elkészült Dávidnak a legeslegújabb 70 perces sci-fi animációs filmje, amit most lehetőségetek lesz meglesni a nagy vásznon, a moziban. És hogy mondjam el nektek, ez egy hihetetlen animált kaland, és én vagyok az egyik főszereplője, a legjobb karakter. És jövök is. Így meg van. Fogjuk találni a gyermeket! Kezdődjék hát a játék! Nem értem! Srácok, van egy link a leírásba. A jegy.hu-n már meg tudjátok vásárolni. Dávid, Jézusom. A jegy.hu-n már meg tudjátok vásárolni a jegyeket erre a rendezvényre. Március 23-án lesz egy szombati napon, három különböző felvonásban. Lesz egy VIP, egy extra és egy normál vetítésünk. Értelemszerűen a VIP jegy mellé rengeteg minden jár. Először is te láthatod elsőként a filmet. Kapsz egy ráadás animációs kisfilmet. Lesz közös játék a videósokkal, mert ugye ott lesz Dávid, Andi, én, Owen, Sajt, Rolex, Ice és Ajda vagyok is. Kapsz egy VIP ajándékcsomagot, természetesen Tutti Juice ajándékcsomagot, mert hát a Tutti Juice a főszponzora a rendezvénynek. Így van. Továbbá lesz dedikálás és fotózkodás is a VIP-nek. Az extra jegyek tartalmazzák értelemszerűen, hogy megnézzük a filmet, aztán lesz ugyanúgy a videósokkal dedikálás és fotózkodás. Ha pedig már rengeteget találkoztál velünk, akkor lesz egy normál vetítésre is lehetőség, ahol megnézheted csak a filmet. Úgyhogy én már nagyon-nagyon izgatottan várom. Én sem láttam még ezt a trélert, úgyhogy csekkoljátok ezt is le. Tudom, hogy Dávidék és az animációs csapat rengeteget dolgozott rajta, úgyhogy egy szuper rendezvényt szeretnénk nektek elhozni. Ó, lesz itt Tupi, Tuti, meg minden. Amúgy nagyon-nagyon szuper kalandnak ígérkezik. Rengeteg videó szereplővel is, hát láttátok, ott voltam én is, mint a fő gonosz, a best, a fő admin. Úgyhogy tényleg csekkoljátok le az előzetest is, és a jegy.hu-n meg tudjátok vásárolni a jegyeket is a rendezvényre. Ez a film nem lesz fent YouTube-on egy ideig, az biztos, úgyhogy ott első lehetőségetek lesz megnézni március 23-án. De most kezdjünk is bele a csodálatos kis Need More játékunkba. Ó, itt is. 7 óra. 7 órakor kezd. Oh no, megint Monday van, megint iskola. De nem nagyon szeretnék iskolába menni. Ez reális, reális. Elég sokszor velem is megtörtént. Kivel történik még ez nap, mint nap? Na, elméletileg, hogyha a nagymamát meggyőzöm arról, hogy én nem vagyok kész iskolába menni, akkor sikerülhet meglógni az iskolába, úgyhogy menjünk, beszéljünk is a Nagyival. Nem tudom, miért tesznek ebbe a játékokba ilyen copyrightos zenéket. Csodálatos kis macskás képünk van, a szobánk is máshogy van berendezve, mert most a Nagyinál vagyunk. Wow! Mi az Isten, ez egy teljesen új ház! Gyerekek, a Gamers Only Zone. Jó van, itt a Nagyinál vagyunk. Meg kell győzni a Nagyit. Nagyi? Nagyi? Hol vagy Nagyi? Nagy mama? Az villanykapcsoló a javából. Nagymama? Nagymama? Ez az autónk, ez nem a nagymama. Nagymama? Halló? Nagymama? Nagyi! De aranyos kis nagy is feje van, nem tudom miért van rajta hajcsavaró. Nagyi! Nem kéne iskolába mennem, ja? Hát, miért engedném meg neked, putuska fiúcska? Természetesen, hogy iskolába kell menni, na mars! És vedd fel a ruhádat. És irány az iskolában. Iskola büfétekben van Tutti Juice, ha nincs, akkor kérjétek, jó?
Mondjátok az iskola büfésnek, hogy tutti juice. Így van. Let's go. Szóval, irány az iskolába. Jó. Káosz kell. Nem megyek iskolába, Nagyi. Káosz kell a lakásba. Szegény nagymamának a házát fogjuk szétreselni. Ilyet soha ne csináljatok, jó? Most már... Hű, káosz kell csinálnunk. 1% káosz. És a Nagyi virágai... A nagymama aranyos kis farmja. Ne sétáld össze. Ne! Szegény nagymama! Úristen, kigyulladt a répa! Kigyulladt a répa, mert táncoltam rajta. Oké, okay. Hát ez szuper. Nagymama! Várj, becsukom az ajtóknál, bejön a cú! Nagymama! Ki az Isten ez? Nagymama! Felgyulladtak a répáid! Jó, gonosz leszek a nagymamával. Már mindjárt iskolában kell lenned, mister. Úgyhogy majd a Cupiddal később foglalkozunk, ez nem igaz. Nagymama, ne csináld, nagymama, nem akarok ennyire rosszalkodni. Oké, csináljam zárlatossá, becsuktam az ajtót, hogy ne lásson ki a nagymama. Zárlatossá tegyem ezt a toastert. Jézusom! Most már nagymama fog nekem hinni. Nagymama, nagy a káosz. Nem néznéd meg a konyhát? Ó, elrontottad a toastert? Tényleg, milyen nagy hülyeséget csináltál? Na, takarodj! Azt menj a oskolába készülni. Ez nem igaz. Oké. Gyújtsam fel a nagymamának a varrókészletét? Vagy mi az, a horgolmányait? Hol van a nagymamának a horgolmánya? Ez itt van a szobájában? Itt horgol? Hol horgol? Így van. Tessék, mama! Dobjam le a mamának a párnáit a földre. Jézusom, ez nagyon rossz. Kapcsoljam be hangosan a tevét, és... Várjál, meg kíváncsi vagyok, hogy van-e hangja. Jó, megy. Nagymama, most már a rádiót is fel kell hangosítanom. Hol van a radio? All we hear is Radio Gaga. És várjál, milyen hangja van a rádiónak, azt is meg akarom hallani. Jézusom, jó? És most el kell törnem a halacskának, de meg fog halni a hal... NE! RIP! Mindenki a chaten, vagy kommentben, vagy hol vagyunk. RIP hal! Még át is sétáltam rajta. Nagymama, most már tényleg ne csináld, nem akarok több rosszat csinálni. Most már ez elég hangos neked, nagymama? Persze, hogy nem. És most már fejezd be a kupi készítést, mert már mindjárt lekésed a buszt. Ez nem igaz. Ez a nagymama, ez őrült. Ez őrült. Törjek el minden festményt. És gyújtsam fel! Ne! Csak a cicás festmény... Ezt mehet, ez nem tudom ki, és olyan idegesít. Jó! Ne, csak a kutyás festményt, ne! Gumicukorból van. Hol van még? Jaj, kizártam magam. Hol van még festmény? Itt. Festmény, itt nincs. 4/9, ne csak a másik cicásat, ne! Hol van még cicás, kutyás, füstmény? A Nagyi szobájában? Azt tudom, hogy itt sok van. Szegény Nagyi, szegény szobája. Úristen, ezt a menő DRP dogot se. Mama, most már kérlek, ne kelljen nagyobb kupit csinálnom. Kérlek. Amíg készülsz az iskolába, csak nyugodtan csinálj bármit, nagyon jó. Ja, akkor leszedem nagymamának. Leszedtem nagymamának a wig, mi az a műhaj? Hogy mondják a szépen magyarul? Parókáját. És most el kell dugnom a nagymama parókáját a garázsban. Úgyhogy most csinálok egy sütit. Úristen! Ne, ezt amúgy a nagymama magának csinálja. Én már nem azért mondom, de én mondtam a nagymamának, hogy ne. Most ez mi? Kész. Úristen. De elkészült a süti. Nagymama. Kész a süti. Nagymama, kész egy kis süteményt? Nem most! Menjél és takarítson a konyhába, kicsikém! Hát jó. Oké. Rövidre kell zárnom a áramot. Az, hogy nagyon gyorsan. Úristen. Tehát most elment az
Állom a nagymamánál, és most még ki kell törnöm az összes ablakot is. Jaj, nagymama. Úristen, de miért gyulladnak ki a dolgok, amikhez hozzáérek? Én ez valami ördögi gyerek vagyok itt. Nem? Nem úgy van, hogy az ördög, ha hozzá valamihez kigyullad? Ezt most kitaláltam. Miért? Úristen, kigyullad az ablak, imádom, zseniális. Ez nagyon jó pofa. De amúgy ez nagyon rossz is ez a játék egyben, mert a nagymamának én nem csinálnék rosszat. Tehát a nagymama, csak nagymama. Ő aranyos, ő kedve... Mi baja van a nagymamának? Miért lett fehér a feje a nagymamának? Nagymama, nagyon rosszat tesz neked, hogy nem engedsz engem itthon maradni, nagymama. De amúgy én is hülye vagyok? Hát széttresselem a házat, hol fogok lakni? Ha itthon is marad... Most hol van a 9. Hol van még ablak? Már mindegyik ég. Ja, még a garázsban is van egy ablak, tessék. Ez is kigyulladt, felrobbant, becsukom az ajtót, mert szél van. Szerbusz, nagymama. Még mindig? Ja! Úristen! Fogjam a gázt, és öntsem a nagyi kocsi a köré. Úristen! Na, Nagyi! Nagymama! Szerintem, engedd meg, hogy otthon maradjak. Hogy tetszik a ház? Lefogod az egészet égetni! Igen. Jó, akkor adjunk egy kis vizet hozzá. Megnyitjuk a kádat. Ez majd elold szépen mindent. Úristen, felengedtem az egészet. Ez mi az Isten? De ez miért kik az ott fent? 2023 meg egy ember? Na várjál. Oké. Ó, nem folyik ki a víz a fürdőszobában. Akkor jó, megyek és beszélek a Nagyival. Nagyi, van valami baj a fürdőben? Oké. Nem erre gondoltam. De miért lett fehér szegény nagymama? Én nagyon sajnálom. Mi, gyújtsuk fel a csecsemőket? Hol vannak csecsemők? Light the babies on fire. Hol vannak kisbabák? Valami lemaradtam? Valamiről lemaradtam? Light the baby... Ja! Jézusom, de para, várjál már! Nem, én nem gyújtom fel. Na jó. Égetek babák! Mondom, én az ördög vagyok ebben a játékban. Nagyi! A babák égnek, ha-ha! Gyilkos! Úristen, ez nagyon para! Úristen, ez nagyon beteg ez a játék, ez a többi az ilyen kis aranyos pohókás hülyeség, ez meg valami ördögképző. Hát ne viccelj már, hozzak be egy mékast Nagyi szobájába. Hú. Oké, nagyon szúrnak ezek a méhek, amúgy ilyen partikalak jönnek ki. Nagyi, meghoztam a beehive-ot, Nagyi. Beszélj nagymamával. Szereted a méheket? Fejezd be! Ezek a... Megszúrnak engem ezek! Hát igen, meg az égő babákat! Oké, hívjuk fel a az építő céget, hogy buldózeljék nagymama. Ezek betegek. Halló? Jó napot kívánok! Szeretnék kérni buldózert, aki lebuldózálja nekem a házamat. Hello! Szeretnék egy régi házat eltüntetni a földszínről. Természetesen, már úton is vagyunk. Úristen! Ki? Köszönöm a jó munkát, és telefonon beszélünk. Az még ott áll mellettem. De nem baj, semmi probléma, itt vagyok melletted. Wow! A káosz 100%. Most mit fogsz csinálni? Felrobbantod a világot? Ó, természetesen. Nincs több iskola. Mennyire jó ötlet, hogy felrobbantsam a világot. Spónolok ide egy kocsit. Beülök a kocsiba, én kis bébi. Drive the car into the tunnel. Oké. Úristen, még vezetnem is kell. Még tudok vezetni. Jó? Úristen! Mi? Várj! Nekem több káosz kell! Easy. Hazmat suit man. És most, ja, fenn vagyunk az űrbe? Ja nem! Kilőttünk egy atombombát! És most mi fogta?
Ez a good ending? Felrobbant az egész. Káosz 9 millió, 10 millió, 100 millió, 9 milliárd százalék, vagy nem is tudom mennyi. Jó, ez a végén, az, sorry, hogy teljesen elfagytam, nem szokott jelenni, de már az agyam nem tudta felfogni azokat a rosszaságokat, amiket műveltünk. Tehát ez már kicsit azért nagyon sok volt. Ez egy ördögi játék volt. És kezdődik előről. Mi, de jó, jó reggelt. Szerintem, mi vagy fair... Jó, hogy ez csak egy álom volt? 7 óra van? Annyira igazinak tűnt. Hát, ha meg tudom győzni nagymamát. Próbáljuk meg újra. Most ez folytatódik, ez a játék? Vagy kezdődik előről? Azt tudod, hogy ma nincsen iskola, ugye? Nincs ma iskola? Így van, az egész nap a tiéd. Akkor a hülyeséget. Jéééé, ez az igazi jó ending, jó, hogy így megvártam a végét. Na jó van, srácok, ez egy ördögi játék volt, tehát az, ez annyira, ez azért beteg volt. Na, ha még tudtok ilyet, és szeretnétek látni, vagy hogy több endinget megnézzünk, vagy valami, nyugodtan a komment szekcióban légy szíves, írjátok le, köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem. Ha jól éreztétek magatokat is tetszett, akkor veressetek egy lájkot, ha nem, nyugodtan egy dislike-ot. Ezen is ne fregyétek el az Isten eredeti tutti frutti zűrítőtől, akkor tutti juice-ok legyenek veletek minden egyes nap. Na, szevasztok!